Augusztus 17-én Bonyhádon a Solymár Imre városi könyvtár előtt tűzoltó bemutatót tartottak a bonyhádi önkéntes tűzoltók. Erről fotósorozat készül, amely a könyv első fejezete lesz, ami a történelmi részt mutatja be. MAN gyártmányú tűzoltó Szerkocsi család a munka címe pillanatnyilag, ami három különböző karakterű tűzoltóautót fog bemutatni. Igen, és még egy ugyanezt lendületből. Berk Imre keresett meg, a Tűzoltó Múzeum igazgatója, egy könyvfotózás céljából, amelynek a könyvnek a lényege, hogy bemutassuk a szereket, ami ugye az 1900-as évektől napjainkig hogyan fejlődött a tűzoltóság, és a Bonyhádi Tűzoltó Múzeum rendelkezik több tűzoltó fecskendővel, és ezeket a tűzoltó fecskendőket felhasználva, és itt a tűzoltó bajtársak és különböző kollégák segítségével tudjuk ezt létrehozni itt Bonyhádon. Mesébe illő jelenet részesei lehettek az érdeklődők. Igazából ez egy könyvhöz készülő fotográfiai sorozat, két helyszínnel, az egyik egy műszaki mentést imitáló próbatétel volt, most, amit megláttok a bajtársakkal, előkészítünk, itt pedig igazi, tüzetoltós dolgot készítünk elő. A könyv egy új építésű tűzoltóautóról fog szólni, és ragaszkodom mindig a könyveimbe ahhoz, hogy legyen történelmi bázis a könyvnek. Ezért vagyunk itt Bonyhádon, nagy megtiszteltetés, hogy együtt dolgozhatunk. Fantasztikus a Roland csapata, a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel, illetve a 13. kerületi 5 évvel dolgozunk együtt, továbbá a Tűzoltó Múzeummal, úgyhogy ezért ez a nagy csapat. A mai esemény arról szól, hogy a tűzoltó a legfontosabb emberek egyike, ugyanis fordítva fut. A baj van, ő odafut, mi meg elszaladunk, tehát a tűzoltó az egy különleges lény. Nem akarom hosszúra nyújtani, de gyakornok koromban a kerekliftben a tűzoltó megbüntette a főigazgatót, mert rágyújtott. Akkor még divat volt mindenhol rágyújtani, és fiatal egyetemisták azt gondoltuk, hogy hát ebből világvége lesz. De nem, jutalmat kapott a tűzoltó, mert hogy betartotta a rendet. Ugyanis tényleg összességében nekünk egy ellenfelünk van, a közöny és a tűz. Mert ha ellopják, hát majd megkeresik a rendőrbajtársak, ha megsérül, kell munka a restaurátornak is, na de ha elég, akkor mit tudunk vele csinálni? Tehát, hogy a tűz az egy rettentő. Amennyire fontos az emberiség története során a tűz felfedezése, annyira gyilkos dolog is tud lenni. És a prevenció az, ami ezen segíthet. Többek között ezért csinálunk gyermekrajzpályázatokat, ilyen tűz megelőzési szándékkal, meg hát csináljuk most a könyvünket, ami nagyon örülök, hogy itt vagytok, és látjátok, hogy azért nem olyan egyszerű egy ilyen dolgot előállítani. És ami nagyon fontos, hogy a fejlődése ennek a dolognak együtt jár az emberiség fejlődésével, és a magyar tűzoltók, a mérnökök, akik ezzel foglalkoztak, világszínvonalú produkciókat adtak elő. De tényleg. Meg ha érdemes majd körülmenni kamerával a régi szerkocsit, hogy milyen finoman kidolgozott részletek találhatóak. Tehát, hogy én nagy tisztelője vagyok ezeknek a hagyományőrző dolgoknak, és abból láthatunk most itt ízelítőt. Hát, ha Jóisten megsegít minket, akkor márciusra lesz kész a könyvünk, és még nagyon sok helyen leszünk az országban, ahol még a hagyományőrző részét, és majd értelemszerűen, ahogy készül a tűzoltóautó, annak a képességeit fogjuk majd még fotózni, úgyhogy ahol egy kis, hát hogy is mondjam, sokadalmat okozunk, már most bocsánatot kérek érte, de nem szoktak ránk nagyon haragudni, mert látják, hogy azért dolgozunk, hogy valami jó történjen az emberek érdekében. Szent Flórián a tűzoltók védőszentjétől származó idézet így tartja: Uvi dolor, ivi vigilis, ahol a baj van, ott a segítség.